Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol olyat fogok csinálni, amit még soha, ugyanis egy ruha felpróbálós videóról lesz szó. Ugyanis amikor otthon voltam Hódmezővásárhelyen, akkor eszembe jutott, hogy a lovas verseny cuccaimat fel kellene, hogy hozzam magammal Pestre, mert lassan itt lesz az ideje, hogy elkezdjek újra versenyezni, és át kellene néznem, hogy mennyi versenyruhám van, mik azok, amik jók rám egyáltalán, vagy esetleg már elhasználtam őket, és nyilván így tudni fogom, hogy mik azok, amiket be kell szerezzek. És nem tudom, ezt mondtam-e már, de... Köszi. Nem tudom, mondtam-e már nektek, de imádok ruhákat próbálgatni a boltba is, és itthon is a meglévőket megnézni, hogy mi hogy áll, fogytam-e. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ebből egy tök jó videót lehetne csinálni, hogy ha már felpróbálom őket, akkor nektek is megmutatom. Úgyhogy a mai videóban ezt fogjátok látni, ahogy az összes versenyruhámat, amit felhoztam magammal, felpróbálom, kiszelektáljuk, és meg fogjuk beszélni, hogy mi az, amit be kell szerezzek, és hogyha szeretnétek, akkor természetesen oda is elviszlek majd titeket, azt egy következő videóba. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, és próbáljuk fel őket. Na, a helyzet viszonylag egyszerű, a gardróba szerettem volna felvenni ezt a videót, viszont valahogy nagyon nem akar összejönni, úgyhogy itt leszünk a folyosón kint, és itt fogok nektek megmutatni mindent, és először szerintem a felsőkkel fogom kezdeni, és a végére hagyom természetesen a kedvencemet. Utána fogunk áttérni a nadrágokba. Nadrágból több van, viszont szerintem sokkal-sokkal régebbiek is, mint a felsőjeim, úgyhogy kezdjünk hozzá. Az első felső, amit meg szeretnék nektek mutatni, az egy sötétkék Animo felső, és ami miatt ezt megtartottam, az első dolog az, hogy kék, és imádom ezt a kéket. A másik dolog pedig, hogy az egyik legjobb barátnőmtől kaptam, és konkrétan megörököltem. És szerintem ezt sose fogom kidobni, vagy elajándékozni, vagy leszelektálni. Ez egy örök darab. Ezután következik egy felső, amit nagyon-nagyon szeretek. Iszonyatosan rugalmas egyébként az anyaga, azt hiszem, hogy Kantár vagy valami ilyesmi a márkája, itt a nyakán van nagyon cuki kis Swarovski kő. Iszonyatosan tapadós, nem mondom, hogy nyáron a legjobb felső, de nagyon szép és nagyon szeretem a csíkos dolgokat. És ha rá tud élesíteni, akkor látjátok, hogy ez egyébként ilyen kis csillogós ezüst szállal csíkos. Azt tudom, hogy ebben az ingben, ezekben az ingekben azt nem szerettem, hogyha megnézitek, írtó hosszúak, és amikor egy nagyon szűk, tapadós, fehér versenynadrág van rajtad, akkor ezeket nagyon nehéz eldugni, de ettől függetlenül szerintem, hogyha megnézitek, gyönyörű szép. Ugyanebből a márkából van itt nekünk egy másik felső, amit annó, amikor a nagyon nagylányos korszakomat éltem, talán mondhatjuk így, akkor egy-egybe felső nélkül hordtam, csak melltartóval, és ez egy csipke felső, csodaszép egyébként, fekete egészen végig, és amikor rajtam van, akkor látjátok, hogy hát azért szexi, de imádtam ezt a felsőt, és a nyári versenyeken ez egy kötelező alapdarab volt a lovas gardróbomban, és semmi baja nincsen, úgyhogy 1000%, hogy még nagyon sokáig itt lesz velem. Az az igazság, hogy ha megnézitek, akkor annyira nem durva, de azért mégiscsak csipke az egész, és gyönyörű. Tehát attól függetlenül, hogy átlátszó vagy nem átlátszó, szerintem nagyon szép, imádom ezt a felsőt, és szerintem gyönyörűen néz ki felvéve, lovon is nagyon jól néz ki, zakóval, zakó nélkül, úgyhogy... A következő felső vásárlásakor ti is ott voltatok velem, úgyhogy ez kifejezetten különleges emiatt. Ez egy Spooks felső, Horzéban vettem, még mindig elérhető, hogyha érdekel valakit. Sose volt rózsaszín lovasingem, úgyhogy amikor ezt kiválasztottam, akkor tudtam, hogy egy gyerekkori álmom valósul meg, és nagyon-nagyon szeretem. Igaz, még nem versenyeztem benne,
de ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy imádni fogom. Nagyon jó szellőzős anyaga van, és nem túl tapadós, úgyhogy alig várom, hogy kipróbálhassam már versenyen is. Iszonyatosan tetszik ez a nyak, igaz, láttátok már rajtam ezt a felsőt, de mivel mindent felpróbálok, így ezt se hagyhattam ki. Nagyon-nagyon tetszik a nyaka, igaz, hogy nagyon tetszik a színe, viszont szeretnék belőle másik színt is, ennél kényelmesebb állógallér szerintem a világon nincsen, és ha jól láttam a honlapon, akkor van ebből a színből hosszú jó, amit úristen mennyire szeretnék, el nem tudjátok képzelni. Erre nem tudok többet mondani, viszont biztos, hogy szeretnék belőle másik színeket és másik fazonokat is venni. És az utolsó két ing az egy olyan márkától van, amiről még nem is beszéltem szerintem nektek, viszont hatalmas Toscana fan vagyok. Az egyik az egy rövidújú, részben ilyen lyukacsos, nagyon szellőzős anyagú ing, és csodaszép, kicsit szürkésbézses és sötét szürke csík van rajta. És ez tényleg szerelemvásárlás volt, és semmi baja nincsen, úgyhogy természetesen megtartom. Ezzel az inggel egyetlen egy problémám van, hogy baromi szoros a nyaka, gyönyörű szép, viszont mindig úgy versenyeztem, hogy ez ki volt kapcsolva, mert lehetetlen kibírni, hogy végig egész pálya alatt ez be legyen kapcsolva és ne fulladj meg. Úgyhogy a nagy versenyeken, ahol indultam, ott mindig mielőtt bementem a pályára fél perccel gyorsan az egyiket becsatoltam, hogy ne álljon így szét. De egyszerűen lehetetlen kivírni, hogy be legyen kapcsolva, úgyhogy ez az egyetlen egy problémám vele. És az utolsó ing, amiben valószínű, hogy végig is fogom vinni ezt az egész videót, az megint csak egy Toscana ing, ha messziről nézitek, akkor konkrétan feketének néz ki, de egyébként nagyon-nagyon sötét kék. Az egész első része, nem tudom mennyire fogjátok látni, szellőzős anyagból van kialakítva, gyönyörű, szép karcsúsítás a hátulján, hosszú lyú, igaz, hogy ez az egy hosszú lyú ingem van, amit itt láttok, de imádom a hosszú lyú versenyingeket. Szerintem, ha fizetnének, se adnám oda senkinek, úgyhogy. Az egyetlen egy problémám ezzel az inggel is, hogy a nyaka kicsit szűk, viszont nem annyira, mint a másiknak, de remélem értitek, hogy miért imádom ennyire a hosszú lyú ingeket. Fantasztikus, tehát ennél gyönyörűbb ing a világon nincsen. Mehetünk tovább a nadrágokra. A nadrágok. Ha jól sejtem, akkor nadrágom több van, mint ingem. Bár lehet, hogy csak azért tűnik úgy, mert nadrágok és nagyobb helyet foglalnak el. Az az igazság, hogy ebben a kategóriában biztosan lesz olyan befutó, aki már nem fog labdába rúgni, tekintve, hogy már nem vagyok olyan vékony, mint amikor kaptam őket. De dolgozunk ezen a témán is, úgyhogy ettől függetlenül remélem, hogy megtarthatom mindet. Miért furtok? Úgyhogy nézzük, hogy mik vannak ebben a kategóriában. Nadrágból is van kettő, amit Nóritól kaptam, úgyhogy természetesen ezeket is mindenképpen megtartjuk. Az egyik egy limitált kiadásos Animo nadrág, ami végig ki van rakva strasszal. Elképzelni nem tudjátok, hogy milyen szép, amikor nyáron kinti verseny van, nyilván nyáron csak kinti verseny van, és fellibben az akód, és a napfény megcsillantja ezeket a köveket, gyönyörű, nagyon-nagyon vékony, iszonyatosan átlátszó, úgyhogy a mai videóhoz harisnya lesz rajtam, hogy véletlen se villan, csak semmit, amit nem szeretnék. Zoknis aljú, telibőrös nadrág, viszont a telibőr az csak egy másfajta anyag, amit inkább hasított bőrnek tudnék mondani. Ha jól emlékszem, csípőfazon, de ezt már úgy is látjátok a videón. Reményeim szerint még mindig jó rám, és ebben a szezonban is fogom tudni használni. A másik naci, amit Nóritól kaptam, megint csak egy Animo nadrág. Ennek nincsen semmilyen plusz betétje, csak vastagított a belső részén. Ugyanúgy zoknis kialakítású. Ez is egy nagyon jó nyári nadrág, nincsen benne az a nagyon szorító, fullasztó, füllesztő érzés. És őszintén megmondom, hogy az Animo nadrágok írtó kényelmesek, és nagyon sokat kibírnak, el sem merem mondani, hogy mióta vannak meg, úgyhogy...
A következő az egy pikörnadrág, amiről ugyanezt nem lehet elmondani, ugyanis szörnyen állja a megpróbáltatásokat. Ez egy olyan fazon volt, amin itt végig színes kis pöttyök voltak, és ahogy látjátok, itt egy fehér kivételével már minden lehullott. Térdénél vastagított varrás, semmi extra, és ilyen félzoknis az aljam. Egyébként nagyon kényelmes, és szeretem, viszont nem mondhatnám, hogy túl jól bírja az életet. Ja, ami hozzátartozik, hogy több mint 50%-os kedvezménnyel vettük, leértékelve volt, úgyhogy... Van itt nekünk egy olyan nadrágunk, ami megint csak egy olcsó kategóriába esik bele, egy Laura Garelli nadrág, térdénél szilikonos, megint csak félzoknis aljú, nagyon kényelmes, nagyon rugalmas. Imádom a versenynadrágokat. Semmi extra igazából, egy tök jó fehér nadrág, ahogy látjátok, szépen be van már egyébként fogva. Az ilyen nadrágokat mindig váltó nadrágnak hordtam magammal a versenyre, de most annyira izgatott vagyok, hogy megint hordhatom őket, hogy elmondani nem tudom. A következő az talán a legrégebbi nadrágom, legtöbbet megélt, legtöbbet megszenvedett, konkrétan használhatatlan állapotban lévő gatyám. Ez egy Horsewear Ireland-es nadrág. Kínos megmutatni is egyébként, hogy hogy néz ki. Látjátok a térdénél ezt a kinyúlást? Úristen, Rebeka! Mutatom, ez egy telibőrös nadrág egyébként, és konkrétan már ki van kopva. El tudjátok képzelni ezt nyáron 40 fokba, amikor a kamionba kell átöltözni, ragadt, izzadt, és fel kell venni egy ilyen nadrágot. Ez egy ilyen 20.000 forintos nadrág, tehát ez is egy kifejezetten jó árban lévő versenynadrág, és az egyik kedvencem, annyira kényelmes, jól is áll, tehát amikor felveszitek, akkor úgy érzitek, hogy ez igen. Nagyon szerettem ezt a gatyát, de van egy olyan érzésem, hogy ezt már nem fogom többet használni, de nektek még mindenképpen meg szerettem volna mutatni. És az utolsó nadrág itt nálam, amit meg szeretnék nektek mutatni, az egy kicsit érdekesebb gatya, ugyanis ez nem fehér, hanem egy gyönyörű, szép, extra világos szürke, icipici csipke betéttel. Ez egy B-vertigós nadrág, és erősen azon gondolkozom, hogy ezt lehet láttátok, amikor megvettem, viszont nem emlékszem rá, hogy pontosan mikorról van és hogy videóztam-e, de ez egy teli szilikonos nadrág, ugyanúgy zoknis aljú, és a versenyszabályzat szerint hófehér nadrágban lehet versenyezni, de megengedett a krém színű is, vagy csak ez be lett vonva, nagyon régen rajta engedélyeztem, úgyhogy fogalmam nincsen, de az biztos, hogy nagyon sokan versenyeznek krém színű, világos bézs, vagy ilyen szürkés nadrágokban is, és ez a gatya valami gyönyörű, és ez a szín elképesztő, úgyhogy nagyon szerettem volna egy ilyet, és őszintén megmondom, hogy kifejezetten szeretnék csak ilyen színű nadrágokban versenyezni, úgyhogy ha valaki tud olyan márkát, aminek ilyen vagy nagyon hasonló színű versenynadrágja van, akkor a komment részlegbe várom az ajánlásokat. Hú, rendesen le is izzadtam ebbe a próbálgatásba. És akkor jelenleg ez a teljes kollekcióm, ami itt van nálam Pesten, és amiket tervezek használni ebben a maradék picike kis szezonban, ami idén még lesz. Nekem megvannak a saját kedvenceim, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nektek mik a kedvenc darabjaitok, van-e egyáltalán, ami tetszik, és remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk, sziasztok!